Én azt mondom, hogy nagyon vagány dolog, hogy létezik a líder, két szempontból is, ez talán az én elvem is, de ugye elmondom, mind általánosság is. Én nagyon szeretem azt, amikor az emberekhez közel hozzák a döntést. Amikor a gyerekeimről is szó van, minél több információt tudjak róluk, minél közelebb legyek hozzájuk, hogy érezzem, tudjam, hogy mi az óhajuk, így tudok egy objektív és egy jó döntést hozni, aminek megvannak a maga pozitív gyümölcsei. Én így látom a lídert is, hogy itt van közel az emberekhez. Nem messze Fehérvár, messze Bukarest, messze Brüsszel, hanem itt van egy iroda, amelynél ugyanolyan pályázatokat nyerhetsz, mintha direkt Fehérvárra, vagy nem tudom hova, Bukarestbe pályáznál, van egy jó pár pályázatunk, és ezt tapasztalatból mondom. És ez nagyon jó dolog, hogy itt vannak közel, ember közelben, van, aki meghallgasson, van, aki segítsen. Másrészt pedig azt látom, hogy apró cseppekből lesz a zápor. Ez azt jelenti, hogy többnyire azt láttam, összehasonlítva mi nagy pályázatainkkal, hogy útaszfaltozások, hogy kastélyfelújítás, hogy új kultúroton, hogy vízcsatorna, mert nagy, több millió eurós pályázatok. Itt valójában kisebbek vannak, de ilyen kicsi pályázatokból is olyan vagány virágcsokrot, olyan vagány kincseket teremthetsz a közösség javára és a község javára, hogy na csak. És ezért ezt a két dolgot, hogy minél közelebb történjen a döntés, az információ ember közeli mértékegységben történjen, illetve hogy több kicsi pályázatból mit tudsz összerakni, talán olyant, amit nagyokból nem, ez szerintem nagyon nagy érték egy líderben. Mi, hogy ide tartozunk, öt polgármester hivatal együtt ehhez a marosmenti líderhez, ez külön dolog, mert úgy érzem, hogy ugyanaz a stratégiánk, a víziónk, és azt látom, hogy az itt működő cégeknek, egyesületeknek is, vállalkozóknak is, ez egy nagyon jó opportunitás, egy nagyon jó lehetőség, hogy közösben tudnak gondolkodni, de egyéni vállalkozást tudnak megfinanszírozni, hogyha jól pályáznak. És most ugyancsak saját tapasztalatból mondom, hogy van egy érzelmi síkja is. Nagy EU-s pénzekből tudtunk pályázni, például arról, hogy a kastélyt felújítjuk, de itt a líderen keresztül tudtunk olyasmire, amire talán ilyen nagy szabásúból nem tudtunk volna, hogy egy olyan kerítéssel fogjuk ezt a kastélyt körülvenni, ami egy beszélő kerítés lesz, tehát a történelmi pillanatokat fogja bemutatni a kerítésre felszerelt panókkal korabeli stílusban. De azok a turisták, akik remélem, miután ezt a pályázatot kivitelezzük, ide fognak érkezni, például este 9-kor vagy 10-kor nem tudnak bemenni az épületbe, de a kerítésen is már azt fogják látni, hogy hű, milyen volt itt az élet Maros-Szentgyörgyön, hogyan éltek a Máriafiek, vagy a Petkiek, vagy az Aporék. Ugyanakkor egy másik pályázat, mivel már oda jutott Maros-Szentgyörgy, hogy az infrastruktúrát elég nagy mértékben fejlesztette, persze még ott is több tíz pályázaton fut, de már arra is gondoltunk, mert turisztikai településé váltunk, hogy sport, kikapcsolódás, kultúra, turisztikai szempontból vonzó dolgok, és oda jutottunk, hogy egy másik pályázat, amit megnyerhettünk a líderen keresztül, az egy foci komplexum, egy sportkomplexum, a megépítése, öltözőkkel, éjszakai megvilágítása, ami megint tudva az, hogy Maros-Szentgyörgyön annyi sportoló van, focista is, de kézilabdás is, kosárlabdás is, stb. Ez számunkra egy nagyon jó beruházás lesz, mert evidens, hogy a Maros-Szentgyörgyek számára sokkal előnyösebb lesz, hogy itt sportoljanak jobb áron, mint hogyha jó pénzé bérelnénk. De ugyanakkor, hogy a községet próbáljuk szépíteni, és erre ugyancsak egy ilyen multifunkcionális traktorra, gépre, utánfutóra is pályáztunk, ez is egy jó dolog, mert az emberek látják azt, hogy megül egy kastély, látják azt, hogy épül egy új kultúroton, azt, hogy aszfaltozzuk az utcákat, de azáltal, hogy olyan munkálatokat is végzünk, amelyek a mindennapok szépségeit segítik, hogy takarítunk, hogy levágjuk a füvet, hogy egy sáncot fogunk kiásni, hogy télen a hópucolás sokkal hatékonyabban fog működni, hogyha az önkormányzatnak van egy ilyen multifunkcionális gépe. Ezek a mindennapi megélhetésben segítenek, és ezáltal tesszük szebbé a lakosok életét, ezáltal tesszük lakhatóbbá Maros-Szentgyörgyöt, és én hiszem azt, hogy azért is döntöttek és döntenek úgy nagyon sokan, hogy ide költöznek Maros-Szentgyörgyre, és most már Maros megye nem csak, hogy legnagyobb települése vagyunk községe, hanem a legnagyobb lakosság létszám növekedés is van, most már 11 ezret elértük, mert látják ezt, hogy itt nem csak az ilyen infrastruktúrára fektetnek hangsúlyt, a megszokott beruházásokra, hanem az ilyenekre, amelyek a szívet, lelket is egy picit feldobják. Úgyhogy összegezve azt mondom, hogy a lídernek itt nagy szerepe van, hogy gyorsabban megy a procedúra, mint amit megszoktuk, hogy évekig húzódnak, emberközelibb, lehet kérdezni, válaszolni, rákérdezni, újból rákérdezni, megnézni. Nagyon tisztán látható, hogy mi történik, milyen lépésbe került,
és szinte az az egyszerű pályázó észre sem veszi azt, hogy ez is felkerül Gyulafehérvárra, ahova tartoznak. Itt is szükségesek jóváhagyások, mert annyira gyorsan történik meg, annyira hatékonya, hogy én csak bátorítani tudok mindenkit, hogy ez ilyen lídereken keresztül pályázzon, amennyire csak lehet, mert sokkal könnyebb az ügyintézés.